Divat manapság a mágia, a manipulatív közeledés az istenihez. A keresztény hit más utat mutat, a személyes szeretet útját. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Olvassuk az első János levél 4. fejezetének 7. és 8. versében. Sokakban fölmerül a gondolat, hogy ez a szerető Isten kép csak az új szövetségre jellemző. Az ószövetség haragvó és büntető istenében sokan nem ismerik föl Jézus Krisztus szerető mennyei atyát. Nyomatékkal ki kell azonban mondanunk, hogy a két istenkép között nincs ellentmondás. Az ószövetségi szentírás is csodálatos sorokat tartalmaz az isteni szeretetről. Az Énekek énekéből idézek 8. fejezet 6. és 7. vers: Tégy engem, mint pecsétgyűrűt a szívedre, mint pecsétnyomót a karodra, mert erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág. A szikrája izzó tüzes szikra, tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok sem tudják elsodorni. Ha valaki a háza egész vagyonát adja a szerelemért, vajon lenézik-e érte? Ezzel a képanyaggal bőségesen éltek az egyház misztikusai. Az sem igaz, hogy az Ószövetségben Isten kizárólag a zsidókat szereti, és a nemzeteket, a pogányokat kizárja szeretetéből. Ellenkezőleg a próféták számos helyen megfogalmazzák az ószövetségi Isten kapcsolat egyetemesség igényét. Például Malakiás könyvében, első fejezet 11. vers: Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között, és minden helyen tiszta étel áldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek. Bizony nagy az én nevem a nemzetek között, mondja a seregek ura. Másfelől az újszövetségi istenképből sem hiányzik a harag és a büntetés, persze helyesen kell értelmezni. Jelenések könyve 14. fejezet 9. és 10. vers: Aki imádja a vadállatot és annak képmását, és felveszi bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van, elegyítetlenül, haragjának kelyhében, és gyötrődni fog tűzben és kénben az angyalok és a bárány előtt. Ez harag és büntetés. Ugyanígy megvan az új szövetségben a zsidóság kiemelése is. Nem rang elsőként, hanem a történelmi elsőbség értelmében. Római levél 11. fejezet 17. és 18. vers: Ha egyik másik ág le is törött, téged pedig vadolajfa létedre beoltottak közéjük, s így részese lettél az olajfa gyökerének és dús nedvének, ne kérkedj az ágak ellenében, ha kérkedsz, tudd meg, hogy nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Izrael az egyház gyökere. Izrael istene az egyház istene. Sokaknak az jelent problémát, hogy az Ószövetség lapjain gyakran találkozunk olyan kegyetlenséggel, amelytől az újszövetségi hívő visszaborzad. Kánaán népeinek kiirtása, egész családok kiirtása, a pogány próféták kiirtása. Úgy érezzük, nem jöhetett a szeretet Istenétől. Természetesen teljesen biztos, hogy Isten soha nem adott parancsot bűnös dologra. Viszont a kinyilatkoztatást fokozatosan adta. Az ószövetségi kinyilatkoztatás célja az volt, hogy legalább egyetlen nép kiemelkedjék a politeizmusból, tiszta istenképet alkosson, és élő kapcsolatra lépjen az egyigaz Istennel. Ez igen nagy cél volt. Nagyon nehéz volt elérni. Sok évszázad kellett hozzá. Márpedig csak a tiszta monoteizmusra lehetett fölépíteni az evangéliumi istenképet.
amint lehetetlen volna a matematika oktatását a másodfokú egyenletekkel kezdeni, mert ezek teljesen érthetetlenek annak számára, aki nem értette meg először, mi az összeadás és kivonás, a szorzás és az osztás, a hatványozás és a gyökvonás. Ugyanígy teljesen lehetetlen lett volna az evangéliumi kinyilatkoztatás az ószövetségi monoteizmus nélkül. Istennek először arról kellett gondoskodnia, hogy őt, mint egyetlen, transzcendens, teremtő, abszolút szent valóságot elismerjék, és csak utána fejthette ki őhozzá fűződő kapcsolatunk horizontális emberi következményeit. Ha a monoteizmus kinyilatkoztatása mindjárt együtt járt volna az evangéliumi erkölcs kinyilatkoztatásával, a primitív ókori gondolkodás nem tudta volna befogadni. Éppen úgy, mint ahogy nem lehet az általános iskola első osztályában másodfokú egyenleteket tanítani. Istennek tehát türelemmel kellett néznie, hogy az ószövetségi zsidóság mi alatt az ő egyetlenségének titkával viaskodik, s prófétái elszántan óvják a környező pogány népek bálványimádásába való visszaeséstől, egyúttal a kor kultúrájának megfelelően intoleranciában, bosszúállásban, poligámiában és egy sor egyéb hibás kategóriában gondolkodik, sőt az ő kinyilatkoztatását is ezek horizontjában értelmezi. És emiatt Istentől kapott parancsként fogja fel a bálványimádó kiirtását. Ezt a felfogást a Szentírás nem tanítja, csak tükrözi. Később azonban jól megfigyelhető, hogy fokozatosan igenis fejlődik az ószövetségi erkölcs, s mire a babiloni fogság után a tiszta monoteizmus meggyökerezik Izraelben, már fölhangozhat az evangéliumi felhívás a hősies szeretetre. Amit Jézus mondja is a vállással kapcsolatban, Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket. Máté 19.8. Jézussal eljött a kinyilatkoztatás teljessége, ezért az erkölcsi törvény is teljes gazdagságában bontakozhat ki, bárha igen jól tudjuk, hogy a kemény szívűség ma is tart, s éppen a házasság felbonthatatlanságát ma is sokan érzik teljesíthetetlen követelménynek. Mégis lehetett róla beszélni, mihelyt Izrael monoteizmusa megszilárdult. Ez volt az idők teljessége, amelyben az ige testé lett. Egy olyan kísérlet, amely az új szövetséget, az ószövetségi kinyilatkoztatás nélkül próbálja értelmezni, épp olyan abszurd, mintha valaki az emelettel akarná kezdeni egy ház építését. Az a végtelenül szent, mindeneket teremtő teljesség, akit az ószövetség a titokzatos négy betűvel nevez meg, a názáreti Jézusban jött tapintható közelségbe hozzák. Ennek ellenére történtek kísérletek az Ó és Új Szövetség szembeállítására. A Krisztus utáni második századtól a gnoszticizmus, amely a kinyilatkoztatás misztériumai helyébe okkult tudást állít, több változatában megpróbálta szembeállítani az Ószövetség Istenét Jézus mennyei atyával. Ma, a New Age divatja idejében, ez a kísérlet megint csak nem hiányzik korunk szellemi térképéről. Mi magyarok kiáltó példáját láthatjuk ennek Badinyi Jós Ferenc Jézus király a pártus herceg című könyvében, amely magyar nacionalista körökben erős hatást gyakorol, s nem egyszer kísértést jelent a hívő katolikusok számára is. Ennek a könyvnek alaptétele az, hogy Jézus nem volt zsidó, hanem pártus. A pártusok viszont a magyarok ősei. A zsidóságra épített kereszténység
A könyv szerint hamisítás, amit Saul rabbi, azaz Pál apostol vezetett be, Géza fejedelem és István király pedig rá erőltetett a magyarságra. Badinyi Jós Ferenc 1909-ben született, a második világháborúban az első számú nehézbombázó repülőszázad parancsnoka volt, a háború után nyugatra emigrált, és 1946-tól Argentinában élt. Nemzetünk megalázott helyzetében, az orosz megszállás és a bolsevista diktatúra idején, a magyar emigráns körök érdeklődése a régi dicsőség felé fordult. Ekkor született a gondolat, hogy a magyarság a sumeroktól származik. Badinyi sumerológiával kezdett foglalkozni, és a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetem sumerológiai tanszékének professzora lett. A magyarországi rendszerváltás után 1997-ben megalapította a Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetem ókori közel-keleti és sumerológiai tanszékét, melynek a rendelkezésemre álló adatok szerint jelenleg is tanszékvezető egyetemi tanára. E tudományos karrier láttán arra gondolhatunk, hogy Jézus könyve a történettudomány teljes eszköztárával megírt mű, amellyel nem lehet vitába szállni komoly történészi felkészültség nélkül. Én magam mindig fantaszta elméletnek tartottam a magyarság sumér származtatását, s végképp abszurdnak azt a gondolatot, hogy Jézus nem volt zsidó. Úgy gondoltam azonban, hogy történeti teóriákkal vitába bocsátkozni nem feladatom, hiszen nem vagyok történész. Ezt a feladatot meg akartam hagyni a szakembereknek. Csak baráti kérésre vettem nagy sokára kezembe a könyvet, hogy lássam, mi áll benne, és elmondhassam róla benyomásaimat. Hatalmas meglepetésért. Én egy történeti munkát úgy képzelek el, hogy forrásokra épül, és az állításaival ellentétes elméleteket adatokra támaszkodva rendre gondosan cáfolja. Meglepetésem abban állt, hogy Badinyi könyvében ennek a szakszerűségnek nyoma sincs. Váratlannál váratlanabb tézisekkel bombázza olvasóját. Megtudjuk tőle, hogy Jézus idejében Názáret nem létezett. Betlehem létezett, de Galileában volt. Galileában nem laktak zsidók. Megtudjuk Badinyitól, hogy a biblikusok Márk evangéliumát nevezik Q-nak. A valóságban épp ellenkezőleg a Márknál hiányzó szinoptikus anyag közös forrását kvelle jelölik Q-val. Megtudjuk, hogy Jézus szeretett tanítványa nem János apostol volt, hanem Mária Magdolna. Uriás voltak éppen óriás. Az evangelisták nem tanítják a Szentlélek fogalmát. Megtudjuk, hogy a pártusok igazából pártosok, és voltak éppen hunok. A filiszteusok is hunok. A magyarok ősei a sumérok, a pártusok, a hunok, a szkíták, az arámok, az avarok, a kusiták, a filiszteusok, a galileusok, az ujgurok, a káldeusok, a szamáriaiak, a kumrániak, az arimátaiak, a masszagéták, a szabírok és a hetiták. Egy kicsit az örmények is, bár ez nem teljesen egyértelmű. Megtudjuk, hogy Jézusra nem galamb szállt le, hanem szent sólyom. Megtudjuk, hogy Lukács evangélista zsidó volt, sőt Plinius is zsidó író. A föníciai írás azonos a hun írással. Heródiás leánya Szalome, akinek tánca keresztelő János fejébe kerül, azonos Szaloméval, Jakab és János apostolok anyjával. Továbbá megtudjuk, hogy Simon mágus azonos a kánai Simon apostollal. Megtudjuk, hogy a biblikusok nagy része ténynek fogadja el Abgár edesszai király levélváltását Jézussal. Nem vagyok biblikus, de mosolyogni tudok.
Szeretném látni azt a nagy részt. Ez a levélváltás ugyanis nem több Jámbor fikciónál. Megtudjuk Badinyitól, hogy az efezusi zsinat fölvette Máriát a Szent Háromságba. Megtudjuk, hogy Péter sírja Antiochiában van. Továbbá, hogy a perzsa gnosztikus Mani személyében Jézus jött el újból a földre. Megtudjuk azt is, hogy a nesztoriánusok azonosak a manikeusokkal. Ami körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy az anglikánok azonosak a mormonokkal. És megtudjuk Badinitól, hogy Jézus legrégibb szimbóluma a turulmadár. Sírjunk vagy nevessünk. Nem szólva a nyilvánvaló tévedésekről és baklövésekről, ha valaki ilyen káprázatos fantasztikumokat akar történészként elfogadtatni, alapos bizonyítékokkal kellene előállnia az ellentétes felfogás lelki ismeretes cáfolatával. Badinyi ezt meg sem kísérli. Mint ő maga mondja, idézem, nincs szándékomban a vitatkozás. Állító mondatokban írtam le mindent, idézet bezárva. Ettől függetlenül Badinyi olvasottsága széleskörű. Gyakran idéz forrásokat, de mindig csak azokat, amelyek alátámasztják felfogását. Jellemző, ahogy az evangéliumokat kezeli. Szerinte a gnosztikus evangéliumok az igaziak, köztük az, amelyben Jézus az utolsó vacsorán csókolgatja Mária Magdolnát. A kánoni evangéliumok, amelyeket az egyház hitünk mércéjének fogad el, szerinte meg vannak hamisítva. Az egyház atyák átírták őket zsidó szellemben. Hogy ezt a merész állítást bizonyítani is kellene, az Badinyiban föl sem merül. A tézis már csak azért is fölöttébb sajátságos, mert az evangéliumok anyaga az apostoli korban kristályosodott ki, az egyházatyák kora pedig az apostoli kor után kezdődik. Ez leegyszerűsített állítás így, vannak átfedések a két kor között, de semmiféle szövegemlék nincs az evangéliumok állítólagos eredeti nem zsidó formájáról. Badinyi ezt a priori állítja. Ami azonban még meglepőbb, Badinyi habozás nélkül bizonyító anyagként kezeli a kánoni evangéliumokat, mindazokban a pontokban, amelyekben megegyeznek véleményével. Úgy látszik, csak olyankor vannak meghamisítva, amikor ellent mondanak Badinyinak. Ezt a szelektív idézési módot leplezi le Badinyi könyvéről írt kritikájában Jelenics István piarista teológiai tanár is olyan forrásokkal kapcsolatban, amelyeket ő eredetiben ellenőrzött. A metódus a következő. Badinyi idéz egy teóriát, amit forrása cáfol. A cáfolatot azonban már nem idézi. Így a forrás, például egy biblikus szaklexikon, a forrás tekintélyét egy olyan vélemény alátámasztására használja föl, amit a forrás elutasít. Ez nem tudományos érvelés, sőt egyáltalán nem tisztességes eljárás. Badinyi tényleges munkamódszere abból áll, hogy az elképzeléseivel ellentétes adatokat figyelmen kívül hagyja, a többi adatot pedig, mint játszó gyerek a kirakós kockát, úgy forgatja, hogy a kívánt kép összeálljon. Így nem a valósággal, hanem a szerző fantáziájával illeszkednek jól a részletek. Egy kis Badinyi szöveget idézek, szavaimat ne vegye az olvasó szemrehányásnak, mert az érzéseim, amiből azok fakadtak, inkább olyan misztikus sugallatokon alapuló meglátások, amiket mind Jézussal kapcsolatos meditációim adtak. Csak ezután következett a módszeres kutatás, idézet bezárva. Vagyis a szerző kinyilatkoztat. Előbb megalkotta agyrémeit, és utóbb keresett hozzájuk érveket.
ahol végképp nem talált érvet, ott ezt mondja, megint idézek, amit itt most leírok, azt az olvasó veheti egy extraszenzoriális érzékelésnek. A felső világból kapott múltunkra vonatkozó tér és idő által nem korlátozott történelmi információnak. Egy újabb hipotézisnek, vagy ha úgy véli, forgatókönyvnek is. Én úgy látom, hogy... És elmondja, hogyan látja. Badinyi tehát elsődlegesen nem adatokkal dolgozik, hanem vizionál. Nem történelmet ír, hanem mítoszt. Mitológiájának kimondatlan alaptétele, amit mindenek fölött tiszteletben tart, így hangzik, ami magyar, az a legjobb. Van egy kiegészítő, kimondatlan tétele is, ami zsidó, az a legrosszabb. Mivel Jézus istenségét elfogadja, az alaptételből következik, hogy Jézusnak magyarnak kell lennie. Könyve elején ugyan azt olvassuk, hogy ő nem ezt állítja, idézem, e sorok írója sohasem állítja azt, hogy Jézus magyar volt, hanem éppen fordított sorrendben kell ezt értelmezni, vagyis a magyarok Jézus urunk vértestvérei, idézet bezárva. Csekély értelmemmel nem igen tudom fölfogni a különbséget. Annál is inkább, mivel később elhangzik a könyvben, Jézus csak a magyarság Jézusa. A nacionalizmus lényege áll előttünk, ez pedig a nemzet numinizációja. Numinizáción azt értem, hogy egy alanyt felruházunk a numinózum tulajdonságaival. A numinózum nem okvetlenül az istenség, istenség numen, hanem bármi lehet numinózum, ami az istenséggel kapcsolatos, amire az istenség sajátos jellege rá vetül. A nacionalizmus a nemzet evilági valóságát fölruházza a szentség jegyeivel. Jellegzetesek ilyen szempontból a 19. század költői alkotásai. Szózatból, ez melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Nemzeti dalból, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A Bánkbán operából, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad. A 20. században ilyen karakterisztikus nemzetnuminizáció a magyar hiszek egy, amely a hazában való hitet az Istenben való hittel helyezi egy sorba. De még a kommunista diktatúra éveiben is azt mondták nekünk a kiegészítő parancsnokságon, hogy a hazavédelme minden állampolgárnak szent kötelessége. Ezt a szent jelzőt természetesen lehet átvitt értelemben is érteni, mint a nagyon értékes, nagyon fontos szinonimáját. Ám ahogy a 19. század patriótái a magyarok istenéről beszéltek, az inkább azt mutatja, hogy az istenséget rendelték alá a hazának, a teremtőt a teremtménynek. És ebben áll a végzetes eltévejedés. A magyarságot numinizáló Badinyi heveny antiszemitizmusában a zsidó istent nem hajlandó saját istenének elfogadni. Jézus szavait a János evangéliumban, 8. fejezet 44. vers, ti az ördög atyától vagytok, nem a hitetlen zsidókra, hanem általában a zsidókra érti. A zsidóságra. Szerinte Jézus másik mennyei atyáról beszélt, a zsidóság istene pedig, borzasztó kimondani, az ördög. Az Agg istenkáromló szerint Jézus vallása mágus vallás. Valamilyen zavaros gnosztikus fény szent háromsággal. Fény atya, fény szűze, fény fia. A Szentlélek helyét egy anya istennő foglalja el, akinek megtestesülése Szűz Mária.
Mária épp úgy Isten, mint Jézus. A pogány vallások isteneit Badanyi sorra hajlandó behelyettesíteni ebbe a képzelt istenségbe. Bált, Mardukot, Oziriszt, Astartét, Istárt, Íziszt, Enlilt, Hóruszt, csak a zsidó Jahvét nem. Megváltás nincs, nem is szükséges, Jézus nem messiás, csak azért halt kereszthalált, hogy demonstrálja, a testét bármikor leteheti és újból fölveheti. Badinyi pogány háromság konstrukciója volna a jézusi szkítizmus. Állítólag a sumérok, a pártusok, a hunok és a magyarok ősi vallása. Könyvének több utalása is jelzi, hogy az így felfogott istenség kozmikusan értelmezhető. Nem igazán transzcendens. A hiteles numinózum radikális más volta, föl van áldozva a numinizált magyarság oltárán. Befutottunk a New Age kikötőjébe, ezúttal piros-fehér-zöld lobogóval. Badinyi egyetemi tanár, hogy történelem helyett illúziókból táplálkozó mitoszt ad elő, az úgy látszik nem akadály. Én nem bíznám az ifjúságot Badinyira. Őszintén szólva a macskámat se bíznám rá. Nem mintha félnék, hogy goromba lesz a cicával. Elvégre a macska nem zsidó. Inkább attól tartanék, hogy oltárt épít neki. Hiszen ha az egyiptomiak sólyomfejű hórusza lehet Jézus, akkor a macska is lehet turulmadár. Magyar testvéreimet arra kérem, szeressék nemzetünket, szeressék valóságában, szeressék benne azt, amit Isten megálmodott róla. Ne alacsonyítsák mitosszát.